Szép jó reggelt kívánok mindannyiótoknak! Folytatjuk a bizalomképítés stratégiáját, a bizalmi híd megszerzésének különböző módjait mutatom itt nektek, hogy online hogyan tudjátok megszerezni. Szerintem, tehát mindig amikor én mondok valamit, akkor az én saját tapasztalataimat mondom nektek, ezt ugye megszokhattátok. És nagyon sok kérdés jött az előző ugye adással kapcsolatban, mert ugye úgy látom, hogy jó dolognak tartjátok ezt a sorozatot, hogy megcsináljam, egy bizalmi kiépítés, mert hogyha ez nincs jól kidolgozva nálatok, akkor elég komolyan problémába ütközhettek. És ugye rögtön az első olyan probléma, amit ugye szeretnék veletek megbeszélni, ami nem is egy probléma, hanem jelenség, és erre néha elfelejtem fölhívni a figyelmet. Na most itt főleg ugye online-ról beszélünk, offline is érdekes dolgok tudnak történni bizalmi híd kialakítása téren, de online azért föl kell készülni a dolgokra, és ez nem más, mint a különböző olyan embereknek a megjelenésével, akik majd esetleg zaklatni fognak benneteket, illetve ha elkövettétek azt a hibát, hogy esetleg hirdetést adtatok föl, és úgy szeretnétek a bizalmi hidat kialakítani, hát készüljetek fel a legrosszabbra, ugyanis olyan emberek fognak, attól függ, hogy milyen hirdetést adtál föl, és ez nem tartozik bele a bizalmi hídba, szerintem a hirdetés, mert majd utána lehet hirdetni, hogyha már megszületett a bizalmi híd, de ha már elkövetted ezt a hibát, akkor ne csodálkozz azon, hogy megjelennek az úgynevezett olyan emberek, akik nem szeretnek sem dolgozni, se semmit nem szeretnének, hanem a Facebooknak egy olyan részét szeretnék kihasználni, hogy hát embereket szedjenek föl, férfiak, nőket, nőket, meg férfiak, tehát nők meg férfiakat, és nem szabad összetéveszteni ezt. Tehát az a Facebook az oké, hogy föl lehet használni mondjuk társkeresésre is, mert az emberek 80%-a már a Facebookon talál társat, sok esetben van erre példa, de én most főleg arról beszélek, hogyha te becsatlakoztál valamilyen üzletbe, és se szeretnéd, hogyha téged kövessenek, hogy ilyenkor hogy alakítod ki a bizalmi hidat. Mivel ott vagy fenn a Facebookon, és ugye ott próbálod a bizalmi hidakat megszerezni, illetve az embereket megszerezni, sokszor lesz olyan, hogy rád írnak, és nem az üzlet miatt, hanem azért, mert jól nézel ki. És akkor innentől kezdve megjelenhetnek a zaklatók. Na most, ezt azért mondom, mert a bizalom az nem csak arról szól, hogy te benned bízzanak, hanem te neked is, tehát neked is kell bízni azokban az emberekben, akikkel szeretnél majd együtt dolgozni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy két éle van a dolognak, és hát ilyenkor kell csinálni tisztogatást. Tehát én minden évben megcsinálom ezt a tisztogatást. Én azt tudom nektek mondani, hogy mivel én férfiből vagyok, tehát azt gondolnátok, hogy engem nem zaklatnak a nők. Hát el kell mondanom, hogy elég sokszor. De már ez a múlté, mert már kb. 4 éve nem kaptam ilyen nagyon komoly ajánlatokat. Bármennyire furcsa lehet, hogy most a hölgyek megmosolyognak, bennünket, férfiakat ugyanúgy zaklatnak, mint benneteket, hölgyeket, csak esetleg nem annyira gusztustalanul. Muszáj ezeket elmondani a bizalmi hídról, mert ez is beletartozik. Tehát sok trénert látom, hogy csak a ilyen nagyszerű dolgokat, meg a rózsaszín ködöt mutatja. A harctéren viszont lehet, hogy néha teljesen más van, mint az íróasztal mögül tart a tréningeknél. Na, szóval, 2 része van a bizalmi hídnak, egyiken te állsz, a másikon meg az az ember, akit szeretnél esetleg majd, hogy vele dolgozzon, de neked is ugyanúgy meg kell nézni, tehát magyarul őnek is dolgozni kell a bizalmi hídon is. Hát ezért van az, hogy ismerkedés, főleg, hogy a hidegpiacról beszélek, és türelem, és az emberek szeretete, az, ami vezéreljen, és ebbe beletartozik az is, hogy olyan emberek jelentkeznek majd, akivel nem szeretnél együtt dolgozni. Én arra kérlek benneteket ilyenkor. Itt, ha a úgymond a zaklatásnak, vagy bárminek is a szelét érzed, abban a pillanatban ki kell, tehát likvidálni kell az embereket,
ezeket az embereket, magyarul le kell tiltani őket, tisztogatni kell, mert ez olyan, mint amikor mész egy tengerpartra le, de előtte egy bozótoson kell átmenned, és akkor egy macsétával így bám-bám-bám írtod a növényzetet, vagy ha nem a tengerpart, itt nálunk például a Tisza parton, néha ilyen nagy macsétával megyünk le, hogy ha egy új területet fel akarunk fedezni, és ez a bizalmi híd idegen emberek fele, ez egy vadonatúj terület, úgyhogy ez lehet, hogy nem tudjátok, de én azért szeretnék ezekbe a kis videókba kitérni a részletekre is, mert nagyon sokan mondjuk belefutnak ilyenbe, és elvesztik a kezdő lendületet, és egy csomó olyan emberrel találkoznak, akik azt hiszik, hogy teljesen más szeretné, nem pedig üzleti kapcsolatot. Oké? Tehát ez nagyon-nagyon fontos, ezt írjátok föl. Azért puskázok is most, mert rengeteg dolog eszembe jutott, hogy miről is beszéljek ma, és hát nem biztos, hogy végére érünk, de nem baj, mert holnap is ugyanígy fog folytatni. Oké? Most, hogy ideig eljutottatok, ugye becsatlakoztatok egy céghez, szeretnétek minél több embert ugye bevonzani, és elkezdtétek az úgynevezett térképezést. Na most ez a feltérképezés, ez az, hogy ugye kivel szeretnétek dolgozni. Azt kell megérteni, hogy te ülsz az íróasztal másik oldalán, tehát neked válogatni kell. Nem szabad boldog-boldogtalant beengedni az aurádba, így a virtuális aurádba sem, mert rengeteg problémád lesz, rengeteg olyan fölösleges ilyen időpocsékolás lesz, bár azt így mondom nektek, de szerintem ezt senki nem fogja megúszni. Tehát azért szeretek én mindig videótartalmakba beszélgetni, mert a videótartalmak alapján fognak engem bejelölni, esetleg rám írnak, és ott könnyebb megcsinálni a szelektálást, mint hogy feladnék egy hirdetést, ott egy pár százan jelentkeznek, és akkor most hirtelen nem is tudsz mindenkivel foglalkozni, ezért is jó, hogyha lassabban jönnek az emberek, ezért jó videótartalmakat közölni, mert ez úgy is mondhatnám nektek, hogy kényelmes tempóba fognak az emberek jelentkezni. Na most, ha itt tartunk már, hogy ugye csinálod a videótartalmakat, hogyan dolgozol online sorozatban, ugye az előző sorozatomban, ott nagyon részletesen 90 napon keresztül kitérek arra, hogy milyen tartalmakat érdemes csinálni. De egyébként a videós tanfolyamban, vagy a videós, hogy hogyan készíts videót a történetekkel, ebben is, ugye itt már személyes coaching megy, ugye ajánlom, hogy keressetek meg, hogyha ilyenre van szükségetek, mert ott személyre szabottan kell ugye történeteket, illetve a te történetedet megkreálni. Elég száraz ez a téma, egyébként nekem ez a kedvenc témám, mert higgyetek el, a 90%-ban erre teszitek a hangsúlyt, akkor nagyon gyorsan kialakul az a 4-5 olyan ember, akivel már tudtok dolgozni. Most nagyon fontos az ugye, hogy tudd, hogy mifele mész, ez irányba kezdesz el videótartalmakat föltölteni, de ezt csak akkor tudod, ugye, hogyha tesztelitek az adott készítményt, vagy terméket, vagy szolgáltatást, amit képviseltek, és ez alapján vonzotok be embereket. Na most ugye, remélem van nálatok papír, ceruza, mert ugye mondok majd egy pár olyan dolgot, amit érdemes feljegyezni. Tehát amikor a videótartalmakat csinálod, és ugye a különböző témaköröket választod, egyébként ajánlom, hogy nézzétek a Hogyan dolgozol online sorozatban, kitérek erre nagyon részletesen, hogy milyen videótartalmakat érdemes csinálni ugye 5 témakörben. Ebből kiválasztod az, ami neked tetszik, de lehet mind az 5-öt is használni. Ugye ez az 5, ez ugye mondom nektek az egészség, a pénz, ugye akkor a különböző gyerekekkel, vagy társakkal való kapcsolat, meg az emberi kapcsolatot. Tehát ezeket az emberi kapcsolatokat is 3 részre szedtem, mert ezzel kapcsolatban elég sok mindent lehet. De a vonzás marketing, ami az első 90 napon fogjátok megtapasztalni, ezt nagyon kérlek benneteket, hogy nézzétek meg, hogy mi az, ami
amivel be tudnátok vonzani az embereket? Tehát mi az, amihez nagyon értesz? És a köré kell építeni a kommunikációdat. Azért mondom nektek, mert ugye mindig valamilyen problémát feszegetünk, és a problémára van valamilyen megoldás. Nagyon jók ugye a különböző ilyen drámai élethelyzeteknek a vesézése, hogy valamilyen munkahelyen vagy, vagy voltál, és ott nem érezted jól magad, és erről beszélsz, de olyan sokat erről ne beszéljetek, ezt egy-két videóba ki lehet fejteni, és utána már a megoldást, ami számodra a megoldás jelentette, ezt fejtsétek ki. Ha pedig különböző módon szeretnétek még bevonzani embereket, én mindig ajánlom a hobbinak a kivesézését, mert ha te jól tudsz főzni, ezt azért mondom nektek, mert nagyon népszerűek, és én vonzottam már be embereket ilyen szinten, hogy te jól tudsz főzni, akkor érdemes egy kicsit így ebbe beletenni. Ugye mi egészségprogramokkal foglalkozunk, és az egészségprogramok egy nagyon komoly része mondjuk a táplálkozás, és hogyha te tesztelsz mondjuk egy készítményt, akkor, hát akkor gondolom, hogy másképp is étkezel, meg ugye másképp is más folyadékokat is iszol, ugye nem biztos, hogy cukros üdítőket, hanem mondjuk desztillált vizet. Tehát erről is lehet ugye nagyon komoly témákat írni, de mindenképpen szimpatikusnak kell, hogy legyél. Na most a szimpátiát, azt sokan kérdezik tőlem, ott egy barátom, aki megkérdezte, hogy lettek én szimpatikus. Hát mondom, először is ne legyél unszimpatikus, és az unszimpátiát úgy lehet kivívni, hogy a megmondó szerepét játszott, hogy hát te megmondod a tutit. Tehát nem azt kell csinálni, te megmondod a tutit, hanem mindig tedd oda, hogy szerintem én így látom, hogy. És akkor ezt így, hogyha kifejted, akár a táplálkozással kapcsolatban, akár bármivel, akkor mindig tedd oda hozzá, hogy szerinted. Na most azért kell tudni, hogy mifele mentek, mert mindig szoktam azt mondani, és nem értitek, hogy minden egyes videó, vagy akár blogbejegyzés, vagy akár a Facebookon is, hogyha valamit ugye posztoltok, eladásnak kell lenni. Na most egy picit e köré szeretnék épülni ma, hogy mit jelent az a bizalmi hídnál, hogy eladás. Ugye az eladás az nem kifejezetten mondjuk annak a terméknek az eladása, vagy készítménynek, amivel te foglalkozol, mert akkor olyan tukmálásnak tűnne, hanem az eladás az azt jelenti, hogy ha megnéznek egy videódat, akkor a következő videódat kell, hogy elad, vagy úgy kell fogalmaznod, és ezért jó, hogy nem mondjuk ki a készítményeknek, meg esetleg a cégnek a nevét sem, nem is érdemes kimondani, hogy megkérdezzék tőletek, legyen apropó, ezt írjátok föl, legyen egy apropó, ami a videóban elhangzik, ami miatt föl fognak benneteket hívni. Ez azért fontos a bizalmi hídnál, mert ugye figyelnek benneteket az emberek, és a bizalomnak az egyik nagyon komoly megszerzése a kitartásnak a mutatása. Ugye, amikor elkezditek ezt a munkát, az emberek, akik majd bízni fognak bennetek, azt nézik legelőször, hogy te mennyire vagy kitartó, tudod-e, hogy mettől meddig akarsz elmenni, honnan, hova mész, tudod-e egyáltalán mit akarsz, vagy minden héten más üzletbe csatlakozol? Ez egy jelenség egyébként, nekem van egy ilyen barátom, akit nagyon tisztelek meg becsülök, de amióta megismerkedtünk, hát azóta legalább 8 üzletet szeretett volna fölépíteni, úgy, hogy mindegyikbe belekalamolt egy kicsit, ráadásul úgy, hogy még nekem is ajánlatta volna, hogy ez mennyire jó lenne nekem. Tehát ezzel megint el lehet rontani a bizalmi hidat, mert az emberek nem hülyék, és látni fogják rajtad, hogy te bizonytalan vagy. Hát akkor ne csodálkozz, hogyha olyan embereket vonzol be, akik bizonytalanok. Tehát ha te legyél biztos a dolgodban, tudd, hogy mifele akarsz menni, és ezt masszívan 90 napon, minimum 90 napon keresztül vidd végig. Azért mondom, hogy vidd végig, mert 90 nap az kevés idő is, meg hosszú idő is. De eltelik. És az emberek,
azt nézik, hogy ugyan te végigcsinálod a 90 napot például. Mennyire vagy te elkötelezett, mennyire vagy te kitartó. Hát most képzeld el, hogy téged mondjuk elkezdenek követni, és akkor csinálsz egy pár videót, erről is, arról is beszélgetsz. Az nem baj, hogy gyakorolsz, meg látják, hogy bukdácsolsz, ez egyáltalán nem baj. Csak hogyha csapongasz, hogy egy kicsit erről, egy kicsit arról is semmi eladás nincs benne, semmi érdeklődés, felkeltés, csak valamit mondasz, mert hogy teljen már el az a videó, hogy teljen a 90 nap, megérzik ezt is az emberek. Higgyétek el, ki vagyok a harctéren, folyamatosan csinálok már évek óta 90 napos programokat, és a tapasztalatom az, hogy amikor csapongtam, akkor az Istené nem akartak követni, vagy a követtek, és inkább ilyen fikázós emberek csatlakoztak. Amikor már megerősödtem, tudtam, hogy honnan, hova megyek, vagy ha bizonytalan is voltam, de azt elmondtam az embereknek, hogy figyeljetek, most az van, hogy. És akkor tesztelek, és most nem tudom még, hogy mi lesz, de ezt megcsinálom, letesztelem, és erről fog nektek beszámolni. Ezt sokkal jobban értékelték, mint hogyha mondtam volna valamit pár videóban tutit, hogy hú, ez a tuti üzlet, meg ez a tuti termék, és akkor hú, és akkor rögtön egy ilyen 3-4 napokban meg már megint egy másik cég, és akkor ott is egy tuti, meg izé, meg ráadásul egyszerre 4-5-öt is, tehát értitek, miről beszélek. Nézzétek meg mindig az, hogy te kit követnél szívesen, aki össze-vissza csapunk, vagy aki tesztel. Aki tesztel, és látszik rajta, hogy ő komolyan gondolja-e. Tudom, hogy most egy pici zárójel, tudom, hogy most arra gondoltok, hogy most mondjuk tegnap előtt becsatlakoztatok valamilyen üzletbe, nincs még olyan teszt eredményetek, hogy ez most mekkora nagy durranás lenne. Hát, hogyha jó termékes üzletben vagytok például, tehát nálunk pár óra múlva már érdekes eredmények vannak, hát nem beszélve arról, hogy pár nap után már olyan dolgokról számolnak be, ami már érdeklődés felkeltés tud eredményezni. Nem tudom, láttátok, hogy hogy fogalmazok most. Most is eladok, hogyha észreveszitek, hogy nem mondom a termékeket, nem mondom a cégnevet, azt mondom, hogy milyen eredmények vannak már pár óra múlva is, és aki esetleg még először hallgatja ezt, és így egy egészségprogramokban vagyunk, azok általában föl szoktak engem hívni, és a fiú, miről is beszéltél erről, hogy gyorsabb hatnak a készítményei? Értitek? Tehát bele kell szőni a videóidba azt, hogy mit szeretnél eladni. És hát ide írtam nagybetűvel egy szót, úgy hívják ezt a szót, hogy őszintén. Őszintén kell mondani dolgokat, tehát nem baj, hogyha esetleg tévedsz, nem baj, hogyha esetleg mondjuk csatlakoztál olyan céghez, ami mondjuk nem a te várakozásodnak megfelelően történt, de akkor nem ugye fikázni az adott céget, hanem elmondani, hogy esetleg miért nem érzed ottan jól magad, és akkor mostani cégednél meg még miért érzed jól magad. Tehát ennek az a lényege, hogy őszintén el kell mondani, mint például én azt úgy tettem meg, hogy volt egy cég, amit én nagyon szerettem, és tényleg azt hittem, hogy onnan fogjuk díjba menni, és egyszer csak eltűnt ez a cég, és nagyon sok olyan emberke meg ott ragadt, aki hát ugye tőlem várta a megoldást. És nagyon nagy szerencsém volt, mert ugye én napi szinten csináltam a videókat, és őszintén elmondtam, hogy gyerekek, ez meg ez történt, nem az én hibám, mert ugye én is ugyanolyan karika voltam a cégnél, de keresem a megoldást. És váratok egy picit, nyugi, az biztos, hogy meg fogom találni, de ehhez egy picit türelem kell. Tehát őszintén elmondtam, hogy ez van. Tehát semmi probléma nincs sose egyébként, hogyha az ember őszintén elmondja, hogy hát most ez van. És hát milyen jó, hogy ez történt, mert azok az emberek, akik akkor hirtelen csalódtak, mert mondjuk eltűnt a cég, hát milyen jó most, hogy végül megtaláltam azt, ami meg számunkra most nagyon jó. Most biztos látjátok, hogy most is eladok. Mert ugye, akik annak ideje lehet, hogy követtek, aztán lehet, hogy most látják ezt a videót, és lehet, hogy haragudtak rám,
És akkor most meg azt mondja, hogy hát figyelj csak, igen, végül is akkor az jó volt, nem a te hibád volt, de most mibe is vagy? És akkor fölhív, ilyen is volt nem régen, és akkor újra beszélgettünk, és a régi időket átbeszéltük, és most oszlopos tagja a csoportunknak. Értitek az őszinteséget? Tehát itt minden egyes dologban, mindenféle kapcsolatban, emberi kapcsolatokban is az őszinteség az a az egyik legfontosabb dolog. Mondhatom azt is, hogy tanulni kell. Én utáltam ezt a szót, hogy őszinteség, mert nem értettem, hogy ez micsoda. Hát, itt pasiból vagyok. És aztán rájöttem arra, hogy úristen, hát ezt is tanulni kell. Mint szinte mindent újra kell tanulni, mert iskolás, iskoláztatási rendszerünkben ezt nem tanítják. Tehát bizalomkiépítés. Írjatok már ide nekem kommentbe, és remélem, hogy kommentelitek igazán tükröződik nagyon a nap, és ugye szoktam azt mondani, hogy nem mindig szemüvegben legyetek, bár én imádom a szemüveget, mert ugye napon vagyok, de jó az, hogyha a szemetekbe tudnak nézni, most én nem bírom levenni, mert akkor nem hunyorognék, de hát így is a szemetekbe tudok nézni, szemüvegbe, hogy úgy fognak tudni az emberek követni, hogy megismerik a lelkedet, így szó szerint. És írjátok már ide kommentbe, hogy ti valamennyire úgy ismeritek-e a lelkemet, hogy írjátok már ide kommentekbe, hogy szerintetek rám mi a jellemző. Nyugodtan ide írhatok bármit, akár még fikázni is lehet, mert abból is tanulok, hogy de mi szerintetek az, ami rám legjobban jellemző. Mondok olyan szavakat, amiket én használok, beleépítem a videóimba, önkéntelenül is, és ezt úgy hívek az egyiket, hogy szenvedély. Tehát, hogyha te ki akarod építeni a bizalmat, akkor a legfontosabb, amit látni fognak rajtad, maga a szenvedély. Ugyanis, ha nincs szenvedélyed, az iránt nem vagy elkötelezett és nem szenvedélyesen mondod, akkor nem fognak követni. Illetve ha szenvedéllyel adod elő a dolgokat, nagyon gyorsan fognak benneteket követni. Mert a szenvedély az olyan, mint a szerelem, hogy egy-két mondatot mondasz, de ha azt úgy mondod, azt meg fogják rajtad érezni. Nekem ott egy barátom, aki annak idején eljött egy ilyen konferenciára velem, egy ilyen bemutatóra, és hát ott a konferencián nekem volt az a tisztem, hogy elmondjam, hogy a cégnél kik vannak, kik a vezetők, meg kik az orvosok, bla bla, és én gyerekek összekevertem mindent. Úgy összekevertem a neveket, hogy tehát még véletlenül se hasonlított, tehát a Mark Hughes nevét úgy mondtam, hogy Marcus Hughes, meg szinte olyan volt, mint hogyha a Harrison Fordot úgy mondtam volna, hogy Ferrison Ford. És akkor minden nevet összekevertem, nem tudom miért. És a barátom, aki így nézte hogy a cégnek az orvosait, és hogy mennyire hülyén mondom ki, oda jött és azt mondta, hogy figyú, én csatlakozok hozzád. És nem tudtam megmondani, én nem tudtam kitalálni, miért csatlakozott ez, össze-vissza bakiztam, meg mindenféle hülyeséget mondtam, és megkérdeztem tőle, hogy Zsolti, miért csatlakoztál? Azt mondja, figyelj, hát én nagy hülye vagy, én látom rajtad, hogy össze-vissza kevertél mindent, mert én azért figyelem, hogy ki a cégnek a tulajdonosa, de olyan szenvedéllyel ezt mondtad, és látom az eredményeidet, hogy én csatlakozok hozzá. Hát ha ennyire hülye vagy, hogy így összekevered a dolgokat, de ilyen szenvedélyes tudsz lenni, én ezt akarom megtanulni tőled, a szenvedélyt. Én hozzáteszem a precizitásomat a te szenvedélyedhez, jobb leszek, mint te. És itt van egy olyan kulcs, amit most elárultam nektek, hogy keressetek magatoknál jobbat. Jobbat. Tehát van egy mérce, amit te így elindítasz, és van egy olyan jelenség, hogy gyorsabban be tudod hozni, hát, hogy is mondjam, nem tudom szebben mondani, az ostobákat. Tehát azokat az embereket, érdeklődőnek, gyorsabban be tudod hozni, amit nekik kimondom, hülyék. Tehát annyira hülyék, annyira ostobák, hogy nem értik, hogy te mit mondasz, teljesen más fognak akarni tőled. Azt fogják akarni, hogy
majd te dolgozol helyettük, azt fogják akarni, hogy majd mindent te megcsinálsz helyettük, még pénzt is kapsz, mert a szponzor szó számára azt jelenti, hogy pénz. És eltöltöz egy csomó időt velük, és szegény egyik munkatársam, aki ugye most megy át ezen a folyamaton, tegnap fölhívott, hogy így rám írt, hogy nem akarom elhinni. Szegény, nem megsajnáltam. Nem akarom elhinni, hogy ennyi hülye ember van a földön. Hát mondom, igen, ezért kell a tisztítást megcsinálni, hogy ne alulra nyúlj. Tudom, hogy minden embert szeretnétek megmenteni, és akkor ha egészségprogramban vagytok, akkor hú, mindenkit nem lehet. Csak azt lehet megmenteni, aki meg akar mentődni. És keresetek magatoknak, vagy magatokhoz jobbat. Ezeket be lehet vonzani. Tehát nekem sikerült több olyan embert bevonzani, aki sokkal jobb, mint én. És én ezekben az emberekben jobban hiszek, mint ők saját magukban. Mert azt látom, én mindig azt nézem, és ti is ezt csináljátok, hogy tehát azokat az embereket, akik elcseszték az életüket, és teljesen lecsúsztak, azoknak megvan a karmájuk, hogy miért vannak ott, és ennek nagyon-nagyon kevés százaléka van, aki majd föl tud állni. És nagyon sok időbe fog kerülni, míg ezeket az embereket föl tudod állítani, vagy egyáltalán lehetetlen kategória van. És tudom, hogy olyan jónak tűnik, hogy ilyen embereket bevonzol, csak az a probléma, hogy te nem ilyen embereket akarsz bevonzani. Elmondom nektek az egyik érdekes dolgot, hogy ugye mi hálózatépítők vagyunk, és a hálózatépítés az a hálózatépítőktől működik. Vagy olyan emberekből lehet jó hálózatot fölépíteni, akik tudnak tanítani. Tehát a tanárok, azok a tapasztalataim szerint a legjobb hálózatépítők, illetve azok a hálózatépítők, akik hisznek abban, hogy a több ember munkájából jó részesülni, ezeket csak megfelelő mederbe kell terelni. Tehát te, amikor bizalmi hidat építesz ki, és a vonzás marketinget szeretnéd, akkor örülj, amikor téged egy hálózatépítő fog felkeresni. Nem baj, hogyha sérült hálózatépítő, mert a sérült hálózatépítőből könnyebben tudsz olyan hálózatépítőt nevelni, a sztorikkal, meg különböző módszerekkel, amit mutatok, mint egy teljesen nulláról, úgy mondom, hogy nulláról kezdő embert, aki alkoholista például, vagy drogos, vagy annyira lecsúszott, hogy semmi pénze nincs, vagy nem is tud hozzájutni pénzhez. Tehát ezt csak tanácsként mondom, úgyse fogjátok kibírni, mindenki végigmegy ezen a folyamaton, de ha jó a kommunikációd, és de ha egészségprogramokkal foglalkoztok, és olyan embereket tudtok megtalálni, akik hisznek az egészségjavító programokban, és esetleg már voltak is ilyenbe, esetleg értek el valamilyen siker, de valami oknál fogva most benne találják a megoldást, hogy talán most itt sikerülni fog, sokkal gyorsabban fogtok eredményt elérni, mint hogyha, hát így úgymond nálatoknál rosszabb kvalifikáció embereket, nem jó, fogalmaztam, tehát más szintű embereket kerestek meg. Tudom, hogy nehéz így ezt így mondani, mert hogy jövünk mi ahhoz, hogy megítéljünk embereket, hogy ők milyen szinten vannak. Hát nagyon könnyű őket, ugye ideírtam, hogy a szűrés alapján megítélni, vagy nem megítélni, hanem kiszűrni, hogy milyenek az ő reakcióik a te videóid alkalmával. És ezért jó legalább egy 8-10 sorozatból álló jó videótartalmat föltölteni, mert ez egy szűrő is. Neked is szűrő, meg annak is szűrő, aki neked elkezd majd kommenteket odaírni. Értitek ezt? Kicsit lassabb dolog ez, mert tudom, hogy gyorsan akartok eredményeket elérni. Lehet gyorsan, majd fogom azt is mondani, csak én most azt mutatom, hogy ha te elkezded a bizalomképítés stratégiát, milyen buktatókba ütközhetsz, és a fejedben neked milyen emberek vannak, hogy kikkel szeretnél dolgozni. Elmondom nektek, hogy azok az emberek, akikkel te igazán szeretnél dolgozni,
azok a befelé listán vannak. Dave Mester mondta egyszer, hogy te nem tudsz egy sikeres hálózatépítőt bevonzani rögtön. Ahhoz el kell érned egy bizonyos szintet. Én a bizonyos szintet úgy mondom, hogy legalább gyémántnak kell lenni ahhoz, hogy egy gyémánt szintűvel tudjál beszélgetni, és esetleg egy gyémánt szintű ember tudja bevonzani magadhoz. Értitek? Tehát tudom, hogy itt nagyon gyorsan szeretnétek behozni egy Ágy Zolit például, vagy egy Guido Falvi Attilát, vagy egy Belkics Miklóst. Lehetetlenség kategória, mert ők ezek magasabb szinten vannak, és nagyon oda kell tenni magad, hogy egy olyan embert esetleg be tudj vonzani. Mondom, a lehetetlenség kategória, de nem teljesen lehetetlen. Én már láttam ilyet, hogy sikerült bevonzani, de egy kezdő munkatárs az nem tud bevonzani egy olyan embert, aki már gyémánt valahol. Ezért minél hamarabb érdemes elérni a gyémántot. Én is azt csinálom, hogy bár nekem sikerült bevonzani olyan embert, de én nem kommunikáltam. Most, hogy ugye ennél az üzletnél megcsinálom a gyémántot, most már fogok kommunikálni gyémántok fele. Hál' Istennek már hamarabb fölhívtak, de ez 6 év munkája volt nekem. Tehát lehet, hogy neked most nincs időd 6 évet eltölteni, úgy, mint nekem volt. Nekem se volt egyébként időm. Csak azért mondom ezeket is, mert tehát nem akarom, hogy a parasztvakítás menjen, hogy hú, most becsatlakoztál, és holnap már be fogsz tudni hozni egy gyémántot. De gyémánt gondolkodásod kell, hogy legyen, hogy oké, akar-e bevonzani mégis azt a gyémántot, és ezért neked egy gyémánt gondolkodást kell kialakítani önmagadban, és azt majd meg fogja érezni az a lendő gyémántod, vagy már lehet, hogy valahol gyémánt, de lehet, hogy csalódott, vagy szeretne esetleg itt is gyémánt lenni nálunk. Értitek, amiben felmondok? Amit akarok nektek sugallani, hogy magasra tedd a mércét, hogy kivel szeretnél dolgozni. És hát ide jön az, hogy a beszélő lista az nem olyan veszélyes ám. Ugyanis ugyanolyan húsvér emberek azok is, ugyanúgy a szerencséjük van, mennek reggel WC-re, ugyanúgy vannak nekik is problémájuk, csak más szinten vannak a problémák. Értitek? De egy a lényeg, hogy gyors üzletépítést olyan emberekkel lehet elérni, akik vagy pénzzel rendelkeznek, és szeretnének nagyobb szintről elindulni, vagy pedig olyan emberekkel, akik nagy ismeretségi körrel rendelkeznek, csapatépítésbe gondolkoztak, mint például én is, és ezekkel gyorsabb eredményt tudsz elérni, mint hogyha nagy időt foglalkozol azokkal az emberekkel, akik úgy hiszed, hogy majd csinálnak valamit, de nem fognak semmit csinálni. Na most zárójel. Ki fogom verni a biztosítékot sok embernél, de én tanultam valamit, ami arról szól, hogy én amikor mentorálok, akkor én nagyon kemény szoktam lenni erről. Már egy pár ember tudna mondani, esetleg odaírhatod, hogy én nem azért vagyok, hogy olyan dolgokat mondjak, ami neked tetszik, hanem én azért vagyok, hogy olyan dolgokat mondjak, hogy sikeres legyél. Az én mesterem is ezt csinálja, és ezt is csinálta mindig velem, és én mindig kérem, hogy amikor elszállok, mert mindig elszáll valami, hogy kicsit úgy jobban mennek a dolgok, akkor koppintson a fejemre. Amikor meg esetleg, hát ugye el vagyok keseredve, akkor meg megint koppintson a fejemre, és úgy, hogy hát ez fájjon. Na most azért mondom nektek, mert egyszer mondtam, tehát többször mondtam, hogy ha te csirkékkel kapirgálsz, akkor csirkéket fogsz bevonzani, és együtt kapirgáltak ott a csirkeolba. Emlékszel, hogy Szűcs Judit barátnőmnek mondtam, hanem Judit az a te bajod, hogy csirkékkel kapirgálsz, és te vagy a fő csirke ottan, és akkor mindenki követ, nagyon sok a követő táborod, de sok-sok kis ilyen csirke van ott, és akkor soha nem jöttök ki a tyúkolba, és akkor jó érzetek ott magatokat, csináltok a jó kis képzéseket, de nem lesz előre menetel. És júj, de megharagudott akkor a Judit rám, és akkor egy pár hónapon fölhívott, hogy
te Virinc, igazad volt. És ahogy elkezdett sasként gondolkozni, akkor jöttek neki sasbe vonzások. Tehát ez egy jelenség. Tudom, hogy örülsz, hogy hú, most jelentkezett Jóska Pista meg Gipsz Jakab, és akkor ott hú, az első, jaj, de jó, már van 1, 2, 8, 10 emberem, de ezek ilyen töltelék emberek néha, és akkor jó sokat elvesznek a te idődből, és akkor csodálkozol rajta, hogy nem megy az üzleted. Na szóval, tudom, hogy most nagyon rosszul esett, mert van most is köztetek, aki hát elég jó kis csoporttal rendelkezik, csak az a probléma, hogy azok úgy nem indultak még el. Na most a jó hír az, hogy azért a csirkékből is lehet sas, csak föl kell rázni őket. De hogy lehet fölrázni a csirke sereget? Hát úgy lehet fölrázni, hogy példát mutatsz. Példát kell mutatni. Egyszer voltam egy képzésem, és hát volt ott egy prezident téma, aki 22 éves volt, képzeljétek el, és olyat produkált, egy ilyen szlovák srác volt, átjött ide Budapestre, nem hiszem, a Híliába tartottunk egy bemutató, 400 valány ember, annyira kíváncsiak voltak, hogy mit csinál az a 22 éves srác, amit mi 30-40 évesen nem tudunk. Tehát ez mindenki kíváncsi volt. És hát a földbe döngölt bennünket ez a 22 éves srác. Kiállt a pályával, olyan lelkes dumát lenyomott, és olyan energia sugárzott belőle, hogy tényleg így mint hogyha ilyen lángszóró vagy bejött volna, valaki ez így végigpörkölt volna. És szerintetek mit csinált? Mert ugye az volt az első, hogy kérdezhettünk tőle, és ugye megkérdeztük tőle, hogy te mit csinálsz, hogy ennyire sikeres vagy? Hogyan motiválod az embereidet? Hogyan lépsz szinteket, üzleti szintre? Mi az a titok? Na, szerintetek mi volt az? Kitaláljátok-e? Azon felül, hogy ő lelkes volt, meg mindenféle ilyen dolgokat csinált, hát elmondta. Ő volt a termékek terméke. Azt tudom nektek mondani, olyan baromi jól nézett ki a fickó, meg a felesége is, hogy egyszerűen ledöbbentünk. És üzletileg ő volt a toppon akkor, azokban a hónapokban. Ő volt a példakép. Ő csinálta a legnagyobb forgalmat. Tehát magyarul példát mutatott. És azt mondta, hogy hiába tanítod az embereidet, ha te nem teljesítesz. Hiába mondasz a termékekről bármit, ha rajtad nem látszik. Bármilyen magas rögtű tanfolyamot is csináltok, azt mondja, mert aztán mi csináltunk olyan tanfolyamokat, meg olyan nagyobb rögtű képzéseket, hogy már szinte az orvosokat is fölülmúltuk, nem akartak jönni a csatlakozó. Azt mondja, legjobb termékfogyasztó tesztelő neked kell, hogy legyél, ugye, tehát termékes üzlet volt, és a legnagyobb forgalmat neked kell produkálni, tehát magyarul kvalifikálj, tehát minden egyes képzésre, minden egyes ilyen utazás, ott is voltak utazások, mutassatok példát, neked kell a legjobb példamutatónak lenni. Hát tudom, hogy ez most nem tetszik nektek, én azt szeretném vagy nektek mondani, ugye bizalomképítés stratégiája folyik, hogy szerintetek bíznak olyan emberbe, aki nem hiteles, aki csak így nyomja, az a semmi eredmény. Aki csak mondja, hogy csináljátok, meg mennyire jó lesz, meg így kidolgoz nektek esetleg ilyen mindenféle dolgot, és nem működik. Nem tudtok eredményt elérni. Ez azért van, mert nem látják rajta, hogy te csinálnád. Tudom, hogy ez szarú esik sok embernek most, főleg azoknak, akik esetleg már ilyen tanfolyamokat is csinálnak. Az van, hogy nekünk kell a leghitelesebbeknek lenni. Biztos látjátok, hogy ha engem figyeltek, ha nem, akkor ajánlom, hogy a YouTube csatornámra iratkozzatok fel, és most is eladás fog történni, hogy nézzetek meg, hogy én mennyire gondolom komolyan az én saját üzletemet. Mennyire csinálom a kvalifikációkat, mennyire vagyok kinn a színpadon, mennyire van a hozzáállásom, a hitelességem a toppon, vagy csak dumálok róla. Csinálgatom ugye reggeli 90-es napokat, és akkor csak nyomom a sóder, de igazán meg nem lennék kinn a színpadon. Tehát értitek, tehát szerintetek én hiteles vagyok-e? Nyugodtan írd oda, hogyha azt gondolod, hogy Vili, te nem vagy hiteles, mert nem utazol sehova, amúgy is szarul nézel ki,
meg különben is mit dumálsz itt az egészségről, mert olyan betegnek nézek ki, tehát nyugodtan ezt odaírhatjátok, mert lehet, hogy így van. De azért, hogyha látjátok, most is reggel 9 óra van, és nem egy gyárból jelentkezek be, hanem a kedvenc olyan helyemről, ahol mindjárt elindulok, és megyek 8 kilométert, délelőtt merve fog elmenni. Értitek-e, ami fele szeretnék menni? Bizalomképítés. Sokan mondják nekünk, hogy lehet, hogy milyen magamutogatók vagyunk, hogy hol egy hajóról jelentkezünk be, hol egy vízpartról, hol egy hegyvidéki hegycsúcsról, hol egy tengerparti nyaralásról, mindig valahonnan. Szerintetek miért csináljuk ezt? És miért buzdítunk benneteket is, hogy velünk tartsatok? Hát azért, mert a bizalmi képítés egyik része az, a hitelesség egyik része, hogy lássák rajtatok az emberek, hogy az életstílusotok milyen. Értitek ennek a lényegét? Most is például nem véletlenül csináljuk a bizalomképítésbe, ez is tartozik, az offline, hogy előmarketingeljük a csapatépítéseinket, és ezt offline is csináljuk. Tehát előmarketingeljük az offline képzéseket online, és offline találkozunk, és nem úgy találkozunk, hogy behívunk benneteket egy konferenciára valahol, és le kell ülni, és akkor majd ott a milyen dolgok fognak történni, hanem ezt előmarketingeljük. És úgy hívunk be benneteket most például Lourdesba, ami szombaton lesz, ajánlom, hogy a 10 órakor gyertek oda, mert tehát úgy hívunk meg benneteket, hogy ti akarjatok jönni. De ezt előmarketingeljük egy csapatépítéssel már a pénteki napon. Hát fölmegyünk a normafához, egy kicsit kirándulunk, beszélgetünk. Személyesen is átadjuk azokat az instrukciókat, amik itt online esetleg nem lehet, és elmondjuk, hogy miért érdemes neked felszabadítanod a családodat, miért érdemes esetleg velünk tartani, érdemes-e esetleg másképp gondolni, ahogy eddig gondoltad, és már úgy tudsz eljönni mondjuk a szombati tréningünkre, hogy már hozol magaddal két embert legalább. Egyiket jobb oldalra, másodikat egy bal oldalra fogod leültetni. Értitek? Tehát így kell dolgozni a bizalom kiépítése. Nem az, hogy hát, én beléptem, csinálok már pár videót, mert az a Vili azt mondta, de egyébként is meg nincs is kedvem, meg hát most kicsit vásárolok, aztán már kicsit eszegetem a termékeket, majd csak várom, hogy jó legyen a hatása, aztán bekapok egy-két tablettát, kapszulát, hát nem jön a hatás. Hát biztos, hogy értitek a hozzáállást. Tehát föl kell nőni ehhez, és úgy ráülni a lóra, hogy az úgy egyenes irányba menjen, ne fordítva legyen, hogy az emberek fordítva ülnek a lovon. Tehát, azért beszélek így lassabban hozzátok, meg különböző olyan dolgokat csinálok most, ami szurkál. Kicsit cseszegetni akarok benneteket, azokat is, akik a videót nézik, hogy ne hallgassatok a rózsaszín ködös emberekre, akik csak úgy a hogy nyomják, hogy ez aztán most már nem. Ez ugyanolyan búgáncsos hadművelet, én így szoktam mondani, mint egy rendes munkahely, úgymond, egy offline munkahely, csak itt sok ember után fogod kapni a jutalékodat, nem csak a te saját teljesítményed után. De először, hogyha csoportot akarsz és be akarsz vonzani embereket, neked kell a legjobbnak lenni, a leges legjobbnak. Magadhoz képest. Nem máshoz viszonyítsatok soha, magadhoz képest. A legjobb termékfogyasztónak, készítményfogyasztónak, és a legnagyobb szenvedélyű embernek, a leglelkesebbnek neked kell lenni, a legalázatosabbnak, a legjobban tiszteletre méltónak, tehát neked kell adni a tiszteletet embereknek, a legjobban, ezt mutatni kell, és hatalmas szívednek kell, hogy legyen, mert ezek olyan tulajdonságok, amikkel, hogyha fölfegyverzitek magatokat, akkor nagyon gyorsan megtörténik a bizalomképítés, de ezen dolgozni kell. Ez kemény meló, ez kőkemény meló, de az eredmény is kőkemény. Úgyhogy remélem, hogy nem sértődtetek meg azért, remélem, hogy ha betalált, akkor elgondolkoztatok rajta.
és akarjátok ezt legalább olyan szenvedéllyel csinálni, mint én. Úgyhogy találkozunk a következő videóban, és ne felejtsétek el, szombaton 10 órakor Lurdi, gyertek el, illetve már pénteken a Normafánál találkozzunk, keressetek bennünket a részletekért, és csináljuk meg ezt a bizniszt. Ez a világ legjobb dolga. Sziasztok! Remélem, hogy kibírom kapcsolni, nagyon süt a nap.